minden kutyának kell-e a kutyaiskola. Erre a válaszom az, hogy igenis és nem is. Kelleni nem feltétlen kell, különösen akkor, hogyha a gazda tapasztalt, már esetleg volt másik kutyája is, akit sikeresen felnevelt, és az ő elvárásainak megfelelően fel tudja nevelni a kiskutyáját. Nagyon fontos azonban, hogy csak a saját elvárásunk az nem elég, mivel városban különböző olyan helyen élünk, ahol másokkal találkozunk, más emberekkel, más kutyákkal, az ő igényeiknek is valamilyen szinten meg kell felelnünk. Nem elfogadható az, hogyha a kutyám oda megy egy vadidegenhez és ráugrál, vagy oda megy egy másik kutyához és úgy játszik vele, ahogy ezt a kutya nem szeretné, stb. Ezeket is meg kell tudnom tanítani a kiskutyámnak, hogyha erre én egyedül képes vagyok, és a társadalomba beilleszthető kiskutyát fel tudok nevelni, akkor nem feltétlen kell elmennem kutyaiskolába. Viszont a kutyaiskolának nagyon nagy előnye az is, hogy más kutyákkal találkozik a kutyám. És ez a szocializációjához nagyon fontos, hogy ő képes legyen más kutyákkal kommunikálni. Ez nagyon viccesen hangzik, de az olyan kutyusok, akik csak a kertben vannak egész életükben, több évig, és aztán lejönnek hozzánk a kutyaiskolára, nem tudják magukat megértetni a többi kutyával, nem tanulták feltétlen azt meg, hogy mik azok a testjelek, azok a nézések, amikkel ők meg tudják magukat értetni, pedig ez fontos ahhoz, hogy kiegyensúlyozott kutyusom legyen, tehát a szocializáció szempontjából a kutyaiskola az egy nagyon jó hely lehet. Ami még nagyon fontos, hogy a gazdák megtanulják a kutyájuk és más kutyák jeleit értelmezni. Tehát az, hogy lássuk, hogy a kutyánk közeledése jelen esetben nem kedves, és hogy a másik kutyának ez terhese vagy sem. Ezeket mind-mind megtanulhatjuk egy kutyaiskolán, úgyhogy ilyen szempontból érdemes lehet elmenni, különösen azoknak, akik nem gyakorlott kutyások.